Okay. Az a vírus, amit Rallynak hívnak, azt engem óvodás koromba megfertőzött, és nagyon-nagyon nagy hatással volt rám. Ami azt hittem, hogy múlik, de csak erősödött, és mert ugye édesapám és az öccse, ők versenyeztek 20 éven keresztül. Aztán eljött a pillanat főiskola után, hogy Ramonnal mi is elkezdtünk versenyezni. És igazából ilyen szárny próbálgatások voltak, és teljesen őszintén nem is jutottunk tovább. És akkor volt 6 év szünet. Ezen a ponton azt gondoltam, hogy az életemnek már nem lesz szerves része a rali, de úgy tűnik, hogy a Ramon nagyobb fertőzést kapott, mert ő azt mondta, hogy neki nagyon hiányzik az életéből, és 2009 be a Ramon újra elkezdett versenyezni más versenyzőkkel, és akkor újra visszakerült az életembe a rali. Hát ugye az elmúlt 3 évben ez gyakorlatilag a csúcsa felé járnak Herzig Norbival, úgyhogy ott újra lobbant a láng. Nagyon sok mindenkinek azt mondom, hogy nem akarok versenyezni, mondván, hogy ez kielégít engem, hogy szerves része vagyok a rallinak. De a teljes őszinteséghez hozzátartozik az, hogyha az ember nem megy, vagy hát legalábbis én, akkor nem, az elvonási tünetek nem kezelődnek. Ez egy olyan furcsa vírus, amit amúgy nem is akarok kezelni, úgyhogy az elmúlt pár évben részemről az autósport legnagyobb aktivitása túl az ERC-n, hogy a Ramonéknak segítek, az az, hogy a veszprémi versenyeken indulok. Alapvetően Krisztánnal legelőször 20 évvel ezelőtt indultam közösen egy versenyen. Még egy kis kategóriás autóval, ugyanis Skodával. Örülök neki, hogy idén úgy döntött, hogy indul ezen a Mikulás Rallin. A helyébe én többször indulnék, de ő mindig így döntött. Ezt elfogadom maximálisan. Nekem a Európa-bajnoki sorozatban nagyon-nagyon sokat segít. És azt a mértékű segítséget úgyse tudom viszonozni, de amikor indul, akkor mindenféleképpen szeretnék neki navigálni, hogy legalább részben ezt a sport területén viszonozni tudjam számára. Most eljöttünk tesztelni, nagyon sajnálom, hogy ilyen rossz időjárási körülmények vannak, mert ez igazából nem a tempóról, és a rövid féktávról, és a gyors kanyarsebességről szólt ez a tesztünk, mert nagyon-nagyon sáros volt, nagyon-nagyon csúszott, és megpróbáltuk élvezni, de azt láttam rajta, hogy abból a szempontból, hogy 2 év után most újra a versenyautóba ült, ezt élvezi. És nagyon remélem, hogyha az időjárás az kedvez számunkra, és még élvezhetőbbé válik majd a versenyen a menetelünk. Remélem, hogy olyan lesz a hangulat, mint úgymond a régi szép időben, amikor mi még együtt versenyeztünk és együtt terveztük a jövőt. Akkor nagyon kellemesen és nagyon jól éltük meg a pályabejárástól fogva egészen a célig magát az egész versenyt. Annak ellenére, hogy nem mindig sikerült a célig eljutnunk. Mert tényleg a Krisztián mindig nagyon-nagyon akart, úgyhogy estünk néha jó nagyokat.
de ez a sporthoz hozzá tartozik. Én mindig azt láttam, hogy egy nagyon jó pályám volt, amit aztán nem folytatott, de ténylegesen vele tudtam mindig úgy a versenyeken minden egyes percét úgy megélni, ahogy én ezt gyerekként vagy fiatalként terveztem. Csak nem menjünk gyors. Rövid fékes, jobb egy szűke. Fékes, bal három, vagy bal három, ez tempó. Az nem fékes. A tesztre nagy szükségem van, hogy én nagyon ritkán ülök versenyautóba, de nagyon érdekes az is például, hogy tehát a Ramonnal nem kell újra összeszoknunk, mert amikor Ramon beül mellém a versenyautóba, az mindig olyan, mint ahol abba hagytuk, tehát ez a kapcsolat, ez nagyon megvan. És ami még érdekes, hogy tehát nem ismerek még egy olyan versenyzőt, mint a Ramon. Itt arra gondolok, hogy a személy és a rally közötti viszony, a kapcsolat az valami nagyon egyedülálló, úgyhogy bármit csinál ezen a fronton, azt mindig profin csinálja, úgyhogy ez nekem egy nagy biztonság. Nagyon várjuk ezt a versenyt, szerintem jó időnk lesz, jó autónk lesz, úgyhogy ez megint egy ilyen elvonási tünet kezelés. Nem gondolom, hanem tudom, hogy nem vagyok egy gyors pilóta, igazából ha az lenne a kérdés, hogy miért indulok mégis ezeken a versenyeken, egy ilyen kalandnak élem meg, és elképesztő jó játék, amiben nagyon jól érezzük mind a ketten magunkat.